A Pécsi Tudományegyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontjában negyedik alkalommal emlékeztek meg a névadóról születésnapja alkalmából. Az ünnepség rendhagyó módon szoboravatással kezdődött. A Szent Ágotai Jánost ábrázoló mellszobrot Oroszi Judit szobrásznő adományozta a központnak. Az előadások sorát professzor dr. Palkovics László, felsőoktatásért felelős államtitkár, a Tudomány jelentősége a felsőoktatásban című előadása nyitotta meg. A hagyományokhoz híven idén is átadták a Szent Ágotai díjakat. A Szent Ágotai díjat dr. Kollár László, a Természettudományi Kar egyetemi tanára, a Kutatóközpont zöld kémiai kutatócsoportjának vezetője, a junior Szent Ágotai díjat pedig dr. Boc Bálint, az általános orvostudományi kar volt PhD hallgatója, a Kutatóközpont molekuláris farmakológiai kutatócsoportjának tagja vehette át. Posztumusz junior Szent Ágotai díjjal jutalmazták a 2014. decemberében tragikus hirtelenséggel elhunyt kutatót, dr. Szabadfi Krisztinát, a Természettudományi Kar egykori tudományos munkatársát. A negyedik Szent Ágotai nap során első alkalommal hirdették ki a Szent Ágotai János tehetségtámogató program pályázatának nyerteseit. A 2015-2018-as támogatási időszakra dr. Kuruc Kornélia, a virológiai kutatócsoport leendő tagja, Kecskés Miklós, a neuronális hálózatok kutatócsoport leendő tagja, valamint dr. Moncskó Gergely, a labonacsíp kutatócsoport tagja nyerte el a programban való részvét lehetőségét.